drága néző, ahogy jelentettem, itt vagyok teljesen véletlenül Árpi barátommal és Vince Beátával itt a Hunyadi, Bánfi Hunyadi indulóvodánál, Magyar Ódánál, és a sztorit már tudjátok a sajtóból, viszont Beáta az egy zseniális, kedves hölgy, és most derült ki, hogy szokta nézegetni a dolgaim, amit kirakok, úgyhogy az akasszák a hóért most. Viszont egy kérdésem lenne, mert nem akarjuk elfoglalni be, tehát ezen a nyílt napon rengetegen jönnek, nagyon-nagyon tetszenek a nézőknek, illetve a látogatóknak, a szülőknek az óla, nem véletlenül inzertképekben most megmutatjuk, de Beátától azt szeretném megtudni, hogy véleményed szerint az utolsó lépés ahhoz, hogy ez most megnyíljon, mind múlik? A szülők hozzáállása mindenképpen, a szülők ideiratják, átirassák a gyerekeiket, mert ha a gyereket nincs, lehet itt hiába ez az óriási épület üresen, ha nincs ki belakja. Tehát gyönyörű szobák, termek, készen állnak, mindenkit szeretettel várunk, tárt karokkal, csak kell jönni. És hogyha jól értem, nem az én gondolatom, most ismétlek egy klasszikust, ez végül is lehet, hogy ez egy teszt lesz most az itteni magyarságnak, hogyha jól mondom. Biza, igen. A hunyadi szülőknek, hogy összefognak és idejönnek közösen, hogy elinduljon ez a csoport, ez az óvoda. Te egy kis áldozathozata. Biza. És hogy drága Makovec Imre mondta, Isten nyugasztalja, meg kell emeljük néha a seggünket. Biza. Tökéletes. Ő mondhatta, én nem mondhatom, úgyhogy ennyi. De nagyon szépen köszönöm, hogy... Nagyon szívesen. És akkor nagyon sok szerencsét és kitartást. Várjuk a gyerekeket. Nekem nem volt pszichológia rendelő, még amikor Ódába jártam. A nyílt napon megjelentek még a tervezők is, itt a Zuri Engor hátunk mögött. Drága nézőim, a második delikvens a református egyháznak a főmondnoka. Elcsíptem sikerre itt a Beával készült interjú végén, és egy fantasztikus mondatot mondott itt egy társaság, amit szeretném, hogyha lehet, hogy megismételne, hogy betoppant ide egy román nemzetiségű család, és mondott valamit, és ebben megosztanám a nézőkkel ezt. Természetesen. Egy szatmárnémeti román család keresett meg minket a reggel folyamán, két gyerekkel, és kifejezte óhaját, hogy a gyerekeket ide szeretne óvodába hozni. Valószínű, hogy Kalotaszentkirályban fognak lakni, költöznek Szatmárra. Persze, hogy tárkarokkal fogadtuk. És egy IT-s úriemberről van szó. És egy IT-s úriember, a férfi, aki azt is felajánlotta, hogy besegít megcsinálja, csak besegít megcsinálja az óvodának a szájtját. Tök jó, tehát vannak zseniális pozitív példák is. Egy utolsó kérdés, hogy mikor én interjúket készítek itt Erdélyben, mindig úgy kezdem egy kérdéssel, hogy mi léte vagy a kapilában? Ön szerint? Azért, hogy mindenütt otthon legyünk benne. Tehát a Bánfi Hunyadi óvodának, amit remélhetőleg most már végre engednek megnyitni, a pszichológiai rendelőjéből fog kijönni.